Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a mobiltelefonnal való fotózást szeretném bemutatni. Hát ugye sajnos nem mindenki teheti meg, hogy bolygókamerát vagy bolygókamerákat vásárol. Ezért gondoltam azt, hogy csinálok egy ilyen kis egyszerűsített, de mégis talán jó tanácsokat adó kis videót. Hát az valójában úgy néz ki, hogy speciál nekem ilyen mobiladapterem van, de vannak különbözőek, nem muszáj pont ilyet venni. Egyébként ez pár ezer forint, de nagyon hasznos kis adapter. Akkor ugye itt látjuk, hogy az aljánál ugye bele lehet csavarni az okulárt. Tehát tetején beleillesszük a mobiltelefonunkat. Ugye hát arra kell vigyázni, hogy azért nem végtelen ennek a szélessége. Itt valamennyit lehet állítani. De hát azért nem árt ügyelni, hogy mégis milyen széles mobiltelefon szeretnénk beilleszteni. És akkor itt be van illesztve ugye a mobiltelefonnak a kameráját. Erre a lukra irányítjuk szépen. Ezt egyébként el tudjuk forgatni is jobbra vagy balra. Ha esetleg olyan mobiltelefonunk van, amelyiknek a szélén van a kamera. És ugye akkor itt megjelenik mindjárt a látómezőnk. És akkor itt szépen az okulár kihúzatba, az okulárral mobiltelefonostól, mindenestől be tudjuk illeszteni a távcsőbe. Hát most mutatok egy holdképet, ezt például teli holdképet, azt egy mobiltelefonnal csináltam. És még annyit szeretnék tanácsolni, hogy ugye bekapcsoljuk a fényképezőt a mobiltelefonon, akkor ne a ugye az alapbeállítás, vagy a az alapbeállítással készítsük a képeket, vagy a videókat, majd később arra is kitérek. Tehát ne alapbeállítással készítsük a képeket vagy videókat, hanem professzionális módban, és akkor nem lesz annyira beégve a bolygó vagy a holdunk. Ugye itt látszik is, hogy az ISO értéken és az expozíciós időn is tudunk állítani. Sokkal szebb képet kapunk. Hát esetleg egy másfélszeres nagyítást még talán attól még annyira
nem romlik a képünk. Én másfélszeres nagyításnál, tehát ugye széthúzzuk a kijelzőt, és akkor szoktunk ugye bele nagyítani. Egy másfelesnél én úgy vettem észre, hogy nagyobbat nem érdemes használni, mert akkor már nagyon pixelesedik, és nem olyan szép. Na, visszatérve, ugye, hát mobiltelefonokkal is úgy készítjük a képet, hogy videókat készítünk, és ezeket a videókat, amiket most be fogok mutatni egy párat, ezt még a mobiltelefonos időszakomban csak a Registex 6-tal próbáltam átalakítani kép formátummá a videóimat. Hát mutatok is egy párat. Tehát ilyen 25 mm-es okulárral, egy 114x900-as tubussal. Ilyen szép felvételeket lehet készíteni. Ez egy 6,3 mm-es plusz okulárral készült a Clavius krátert. Szerettem volna mobiltelefonnal megörökíteni. És hogy az előbb említettem, hogy a Registex 6 programot használtam még csak akkor. Ugye ilyen képet tudtam kihozni belőle. Ugyancsak a 6,3 mm-es plusz okulárral a Copernicus krátert próbáltam egy pár száz képkockás videót, és íme a Registex 6-tal kapott eredmény. Akkor hát 2019 11. 11-én a Merkur átvonulást örökítettem meg egy 10 mm-es okulárral, ugyancsak egy 114x900-as Newton tubussal, EQ2 mechanikán. Itt ez a kis pötty a Merkur, és egy 25 mm-es okulárral itt az a kis pötty a Merkur bolygó. Hát azért mobiltelefon ide vagy oda, azért annak idején lassan 3 éve örültem, hogy ilyen szép eredményeket értem el. Akkor itt láthatóak a feldolgozott képek. 14 óra 11-kor 25 mm-es okulárral és 10 mm-es okulárral a Registex 6-ban kapott eredmények. Akkor 2019 7. 16-án este 10 óra 8 perctől éjjel 0 óra 32 percig sikerült a részleges holdfogyatkozást megörökítenem ugyancsak mobiltelefonnal.
Ugye itt a Földnek az árnyéka látható a teli holdon. Ugye hát egy kicsit imbolyog a hold, mert azért az EQ2-es mechanikával óragép nélkül azért csak próbáltam középre igazítani a látómezőben, de szerintem azért a lényeg az szépen kivehető. Ezt az animációt viszont egy PIP programmal raktam össze, a fényképeket bemásoltam, és egy AVI formátummá konvertáltam. Ez egy 41 képből álló videó. A Saturnus próbáltam még mobiltelefonnal megörökíteni. Ugye hát itt is EQ2-es 114x900-as Newton tubust használtam. Ugye itt csak épp, hogy átment a látómezőn a Saturnus. És a Registex 6-tal ezt az eredményt kaptam. Hát sokan szentségtörésnek tartják a mobiltelefonnal való úgymond asztrofotózást, de hát mindenki avval dolgozik, amilyen van. Ugye a videó elején mondtam, hogy említettem, hogy sajnos nem mindenki teheti meg, hogy bolygókamerát vesz, vagy esetleg DSLR, vagy bármilyen fényképezőgépet. Hát most így egy pár percben ezt szerettem volna szemléltetni, hogy azért egy mobiltelefonnal is lehet eredményeket elérni. Hát én annak idején lassan 3 éve, hogy 2,5-3 éve, hogy mobiltelefonnal próbáltam fotózni. Hát azért nagyon örültem ezeknek az eredményeknek. Úgyhogy a kezdőknek nem kell elcsüngedni. A rengeteg gyakorláson múlik próbálni a mobiltelefonon a beállításokat. Mondom még egyszer, hogy az a legjobb, hogyha esetleg a professzionális módban használjuk a mobiltelefonunkat, ott tudunk ISO értékeket és expozíciós értékeket állítani. Szerintem ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videóm. Remélem tudtam segíteni.
és derülteget kívánok mindnyájatoknak. Viszontlátásra!